Jó kívánok, köszöntöm a Somogy Televízió Miért című műsorának nézőit. A Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezetében beszélgetünk, Gyarmati Lászlóval, a szervezet szakmai vezetőjével köszöntelek, és hát hogy köszönjük, hogy, hogy helyet engedtetek erre a, a beszélgetésre. Régóta ismerjük egymást, ezért lesz a, a tegeződés. Számos területtel foglalkozik a, a Magyar Vöröskereszt, nyáron mik a legaktuálisabbak? Köszöntöm én is a nézőket, és köszönjük szépen a lehetőséget. Hát a legaktuálisabb talán, amit legfontosabb ilyenkor kiemelni nyáron, az a véradás szakmai területe. Hiszen ez az az időszak, amikor az emberek elmennek szabadságra, elmennek nyaralni, és talán bele se gondolnak abba, még a rendszeres véradók sem. Tehát itt ugye főleg ők azok, akiket ilyenkor is megszólítunk sokan vannak, de egy kicsit fogyatkozik talán a számuk, lehet ezt mondani, hogy vérre ilyenkor is szükség van. A kórházak ugyanúgy működnek, betegségek ugyanúgy vannak, balesetek ugyanúgy történnek, mint más időszakban. A véradásoknak talán egy kicsit ilyenkor az intenzitása csökkenő tendenciát tud mutatni, Éppen ezért mind az Országos vérrelátó Szolgálat, mind a Magyar Vörös kiemelt energiát fordít arra, hogy ilyenkor népszerűsítse a véradást, a Magyar Vörös Kereszt is most indított egy nyereményjátékot június közepét, szeptember másodikáig, aki ad vért, különböző nyereményeket lehet szerezni véradás után. Ez is egy picit ilyen csábító lehet egy kampánya véradásért? Én azt hiszem, hogy minden olyan dolog csábító, amivel nyerni lehet, ezt talán mondhatjuk nagy általánosságban, és bízunk benne, bár most még számszerű tapasztalatunk nincsen, hogy megmozdítja majd a véradókat, esetleg olyanokat is, akik majd most egy-egy rendezvényen először vállalkoznak arra, hogy eljönnek vért adni, hiszen ha most abba gondolok bele, hogy a közelmúltban volt ez a fakitermelő verseny, Ropolyban, ott is volt véradás, ott is volt, aki először vállalkozott véradásra, tehát minden rendezvényt meg kell célozni, minden lehetséges helyszínt meg kell célozni ilyenkor véradással, és nem véletlen, hogy a Balatonparti településeken ilyenkor nyáron vannak a véradások, hiszen ilyenkor azért jelentősen megnő az a népesség szám, amely ott van a településeken, nem csak az állandó lakosokra, hanem a nyaralókra is egy kicsit fókuszálva ilyenkor az eseményeket. Több a Baleset uh, nyáron azért van szükség leginkább ebben az időszakban a vérre? Nem, hanem pontosan ugyanannyi vérre van szükség, mint az év más időszakában, illetve hát bízom benne, hogy azért. Uh, most sajnos egyébként pont egy olyan héten vagyunk túl, hogy itt Kaposváros, ugye számos baleset volt, de erről lehet, hogy a rendőrség tudna jobban statisztikákat mondani, hogy nyáron mennyire nő meg a balesetek száma. Gyerekek ilyenkor már nincsenek iskolába, kerékpárosok, motorosok kint vannak az utakon. Ugye amikor télen Nagyjából többség autóval közlekedik, akkor egy kicsit talán kisebb a veszélyforrás, de mindig szükség van vérre, és, és pont ilyenkor nem szabad hagyni, hogy csökkenjen a véradóknak a kedve. Itt a Vörös székházban is kettőször lesz júliusban véradás, illetve minden nap várunk véradókat. Kitelepüléses véradásokon, a vérellátó osztályokon, Kaposváron, Siófokon, Nagyatádon folyamatosan várjuk a véradókat. Aki kedvet kap ahhoz, hogy vért adjon és ezáltal segítsen. Hol tud arról tájékozódni, hogy, hogy éppen aznap vagy a, a közeljövőben hol tud vért adni? Országos szinten működik a véradás.hu oldal, ott, hogyha beéri a települést, vagy csak a megyét, hogy melyik területen érdeklődik véradás iránt, ott meg tudja ezt tenni. Ha valaki konkrétan somogy megyére kíváncsi, akkor az mvksomogy.hu, somogy.hu. A weboldala a megyei szervezetnek, és ott jobb oldalon egy kis boxban egyből láthatja a következő véradásokat, illetve a további információkra kattintva már most lehet látni, hogy júliusban hol lesznek Somogy megyében kitelepüléses véradások. Érdemes ezeket az oldalakat nézegetni, vagy nyitott szemmel járni, hiszen a, a véradós plakátokat nagyon sok felé fel lehet fedezni. Igyekszik. Ugye a megyében 8 területi irodánk működik a Kaposvárival együtt, mind a 8 területen szerveznek véradásokat, és ugyan a fókusz egy kicsit most lehet, hogy a Balatonpartra esik, de ettől függetlenül Délsomogyban is ugyanúgy, illetve a megye középső részén folyamatosak a véradások, minden nap lehet valahol vért adni. Ki segíthet? Mi, mi a kritérium annak, hogy valaki vért adhasson? Ugye betöltött 18. életév, be nem töltött 65. életév, és én úgy szoktam megfogalmazni, hogy betöltött 50. testtömeg Tehát ugye ezek, ezek az ilyen biológiai tényezők, illetve hogy érezze magát egészségesnek, az illető gondolja úgy, hogy a vére gyógyításra alkalmas, és vigye magával a személyigazolványát, van a következő hogy, 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 mi az, amire, amire, szükség van, hogyha valaki elmegy a véradásra? Hát ez a három, ez a személyigazolvány, lakcímkártya, tajkártya, ez mindenképpen legyen azoknál, akik szeretnének vért adni, ezen kívül egyenek így a véradás előtt, mert a mai napig találkozunk olyan, hogy hú, én ettem, hát és most nem tudok vért adni. Hát hála Istennek, hogy evet, hát éhesen, meg nem is szabad vért adni. Ott egy jól lakott állapotban. Nem feltétlen közvetlen evés után, de úgy, hogy evet már aznap az ember. Úgy kell jelentkezni, és mondjuk rá kell szállni egy három órát, mondjuk mindennel együtt, adott felvétel, orvosi vizsgálattal és magával a véradással együtt. Az orvosi vizsgálat mit akar? Orvosi vizsgálatnál ugye egy ilyen általános kis állapotfelmérés történik. Vérnyomásmérés, ugye megnézik ott a hemoglobin szintet, hogy megfelelő -e, illetve megnézik ezt az önkizáró kérdőívet, amit előtte ki kell tölteni. Ott minden kérdést fel lehet tenni a kivizsgálónak, és pontos válaszokat fogadni arra, hogy ilyen-olyan problémával mikor lehet, mikor nem lehet vért adni, tehát, hogyha valakinek ilyen jellegű kérdése van, akkor menjen el egy véradásra, és ott választ fog erre kapni az egészségügyi szakemberektől, hiszen ez abszolút napi téma nekik. Ezzel dolgoznak ez a munkájuk. Mennyi szerethat évente egy egészséges, 18 adik évet életévét betöltött személy vért? Férfiak esetében 365 napon belül 5-ször lehet vért adni, hölgyek esetében 4 Ugye ez azt jelenti, hogy szép kényelmesen elosztva, akkor mondjuk egy, hát két és fél havonta, hogyha egy férfi ad vért akkor úgy be lehet illeszteni. Szerintem, aki rendszeres véradó, ő neki már ugye a fejében megvannak ezek az összeállított naptárak, hogy mikor ad vért. Tehát most én is belegondolok, hogy hol szoktam vért adni, hogy akkor mondjuk most majd jön a Táncsis gimnázium véradása, akkor karácsony környékén a plázában van véradás. Tehát, úgy, 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 aki rendszeres véradó, az előbb-utóbb beáll arra, hogy melyik véradásokra megy, mert ezek a véradások zömében hasonló időpontba követik egymást, és akkor úgy össze lehet állítani egy olyan véradó naptárt, hogy beleférjen valaki a négy vagy öt véradással egy évbe. Beszélgetés elején említetted, hogy szükség van a, a véradókra, hiszen ö, csökken, a, csökken a számok. Ö, hogyan lehet a, a véradás mellett kampányolni? Mert ugye ez is a célja a Magyar Vörös Keresztnek. Így van, hát az egyik kiemelt feladatunk. A véradás mellett kampányolni egyrészt az, hogy ott lenni minél több helyszínen és ö, ezek között a helyszínek között legyenek ott az iskolák hiszen az első véradás az egy meghatározó élmény minden fiatalnak. Mi nagyon örülünk neki, hogyha a középiskolákban, aki betöltötte a 18. életévét, az mondjuk ezzel ünnepli, hogy eljön vért adni, vagy legalábbis ott az elkövetkező pár hétben. Vannak ezek a nyereményjátékok, ezek az akciók, és hát próbálunk minden fórumon megjelenni a véradás népszerűsítésével, a Magyar Vöröskereszt is, illetve az Országos Vérrelátó Szolgálat is. Próbálja népszerűsíteni ezt a tevékenységet. Ugye a csökkenő létszám az egy kicsit annak is köszönhető, hogy akik már régen megszokták, hogy rendszeres véradók, ők elérik majd szép, lassan azt egyben nagyobb létszámba azt a, a bizonyos életkort. életkort, vagy az egészségi állapotuk már mondjuk nem teszi lehetővé, és ezért kell minél több fiatalat bevonni. Élfűsági önkénteseket is szoktuk egy kicsit arra motiválni, hogy adjanak vért, de Szerencsére ő közöttük nagyon sok olyan van, aki már alig várja, hogy hú, legyek már 18 éves és mehessek vért adni, mert ki akarom próbálni, és szerencsére sokan közülük meg is maradnak, illetve most, hogyha iskolákba szervezett véradásokra gondolok, van olyan, aki 12-es korában betölti a 18. életévét, és még ott van mondjuk 13. vagy 14. évfolyamon, vagy a kollégiumban ott lakik, akkor jön rendszeresen, van olyan, aki mire elhagyja a középiskolát négyszeres, ötszörös véradó, és ezek ilyen boldogságra okot adó dolgok rájuk is nagyon nagy szükség van, meg mindenkire arra is, aki akár évente egyszer jön el, hiszen az is, az is növeli a levetvér mennyiségét, amivel gyógyítani lehet. Említetted a fiatal önkéntes vörös kereszteseket. Mekkora -e ennek a csapatnak a tábora? Egy csomagy van. Somogy megyében én azt hiszem, hogy minden területi munkatársnak megvan az a, az a kis csapat a ifjúsági önkéntesekből, akivel tud dolgozni. Mondjuk, hogyha itt Kaposvár tekintem, akkor aki aktív és mondjuk visszajár évek óta, lehet azt mondani, hogy mondjuk egy 40-45 fő, Közülük van olyan 5-6-7, aki nagyon aktív, és minden rendezvényre jön, meg vannak azok, akik egy-egy rendezvényhez csatlakoznak, teljesen más attól függ, hogy milyen az érdeklődési körük. Hogyha jönnek, véradást szerveznek, nagyon sokan az elsősegélynyújtás kapcsán kerülnek, sőt, lehet, hogy azt mondom, hogy a legtöbben, vagy majdnem mindenki az nyújtás kapcsán kerül be, aztán van olyan, aki érdeklődik más területek iránt is, és például eljön a gyűjtéseinkre, a karácsonyi gyűjtéseinkre, ugye az arra az időszakra korlátozódik. Ez a, ez a, szociális gyűjtési akció, tehát ugye a bevásárlóközpontokban ilyenkor jelenünk meg. De velük találkozni és sporteseményeken is? Lehet, lehet, lehet. Most jön például ugye ez a, az ifjúsági sportfesztivál három, vagy talán négy sportággal is most már, és ott minden pálya mellett ott vannak a megyei szervezet önkéntesei. Ez most már egy nagyon sok évre visszatekintő együttműködés egyébként a, a szervező bizottsággal. Néhány lelkes fiatalnak a, a lelkesedése kezdte meg ezt a tevékenységet, és azóta évről évre tényleg 40-45 fiatal részt vesz a képzésem. Ott van minden nap, napi sok órában a pályák mellett. Egyrészt, hogyha ha első segét kell nyújtani, akkor azt ott meg tudják oldani kisebb sérülés esetén, de meg tudják ítélni azt is, hogy akkor mentőt kell lehívni és akkor az biztos, hogy szakszerűen történik majd a mentőhívás, tehát tudnak arról információt adni, hogy mi a sérülése a betegnek. Ugye ilyenkor az Országos Mentőszolgálat is erre a fesztiválra egy megerősített csapattal áll rendelkezésre. Sport esetében pedig elég gyakran sajnos előfordulnak hát balesetek. Így van. így van. Most már egyébként figyeltem őket, úgy nézik a labdarúgó VB-t, hogy na ez most szimulál, hogy tényleg be kéne hozzá menni a pályára. Tehát már, már kicsit rá. Tehát az nem is agyuk... a meccset, hanem inkább. Így a... van, nézik a sérüléseket, a, a, ütéseket, rugásokat, mindent figyelnek, és uh, valóban. Uh, most már egy kicsit rááll az agyuk arra, hogy végülis másfél hét, egy hét múlva kezdődik ez a fesztivál itt Kaposváron. Tehát lélekben már készülnek rá. Um, mikor Láthatnak el ők helyben sérüléseket, melyek azok a sérülések, amit mondjuk a, a vörös önkéntesei, akár akár egy ilyen sporteseményen, akár mondjuk a, a, a balatoni strandoknál elláthatnak és el tudnak látni, és mi, mi az a határ, amikor már. Még szakszerűbb segítséget kell nekik hívniuk. Ők laikus elsősegényújtók, tehát azokat az eseteket látnak, De valamennyire el. képzettek ők is? Képzettek, képzettek, de ők ugyanúgy laikus elsősegényújtónak számítanak, tehát ők nem egészségügyi végzettséggel rendelkeznek, elsősegényújtást tanulnak, azt mondjuk egy emeltebb szinten. De a kompetencialista az a laikus elsősegélynyújtó tevékenységig terjed. Magyarul, amikor már szakember beavatkozására van szükség, akkor értesíteni fogják ők a, a mentőszolgálatot. Most a laikus elsősegélynyújtásban benne van azért vérzések ellátása, töréseknek a, a rögzítése, ficamok, rándulásoknak a rögzítése, ami után természetesen majd el fog jutni az illető a szakellátásba. Igen, De például a laikus elsősegélynyújtásnak ne Isten, része lehet egy megkezdett újraélesztés, természetesen ugye mentők azonnali értesítése mellett, de erre is megkapják ők a, a képzést. És most már a laikus elsősegényújtás része lehet a félautomat, a defibrillátor használata is. Tehát ezt tulajdonképpen munkahelyi tanfolyamokon is oktatjuk a, a cégek dolgozóinak. Ez elég e, széles, és ugye mindig a, az időfaktor számít nagyon sokat. Hogy ott van a pálya mellett valaki, aki azonnal tud reagálni és azonnal tud segítséget hívni szükség esetén, és a szervezők ezt most már hosszú évek óta úgy látják, hogy ez ad egy biztonságot a résztvevőknek. Laikusoknak mondod őket, de mégis ők sokkal szakavatottabbak mondjuk a közönséghez képest, mert azért valljuk be, hogy, hogy mi laikusok nem talán nem merünk segíteni nehogy nehogy még rosszabbat tegyünk, mint amilyen az adott helyzet, de erre mondják a szakemberek, hogy lehet, hogy pont azzal ártunk, ha nem segítünk. Így van, vannak azok a helyzetek, amikor nem tudunk ártani, persze valamennyi tudás kell hozzá, de ehhez arra lenne szükség, hogy mindenki egy pici időt áldozzon arra, hogy időnként felfrissíti ezt a tudását, tehát hogy elmenjen és akkor próbálja ki egy kicsit az újraélesztést, mind a mentőszolgálatnak, mind a keresztnek vannak erre lehetőségei, igyekszünk megjelenni mi is több rendezvényen, illetve tanfolyamokat tartunk cégeknél, közúti elsősegély tanfolyamaink vannak a megyében. Tulajdonképpen hivatalosan egy ember akkor találkozik elsősegélynyújtással ma Magyarországon, egy-amikor jogos jogosítványt szerez, és csak az első jogosítványánál találkozik, és sajnos az a tapasztalat, hogy a legtöbben leteszik a vizsgát, kilépnek az ajtón, és azt mondták, hogy jó, ezen túl vagyok, és akkor én ezzel többet nem törődök nagyon kevesen gondolnak bele abba, és ki lehet szúrni azokat az embereket tanfolyamokon, vizsgákon, aki érdeklődik egy kicsit olyan szempontból is iránta, hogy mi lesz, ha a szerettemmel történik valami. És akkor ő hajlamos arra, hogy levizsgázik, sikeres vizsgát tesz, de még kérdez a vizsgabiztostól, mert kíváncsi. Ők, űbenük megvan az érdeklődés, de van, aki ezt egy kötelező rossznak tekinti, holott egy, egy igen hasznos Tudás. Én erre azt szoktam mondani, hogy amikor egy jogosítványt szereztem, nekem is kellett műszakiból vizsgáznom, pedig aztán nulla műszaki érzéken volt. És mégis milyen hasznos volt, amikor a második defektnél mondjuk nem kaptam sikító rohamot, hanem ki tudtam cserélni azt a kereket. Tehát ott is alapdolgokat kell megtanulni, és az első segényújtásban is az alapokat kell megtanulni egy-egy ilyen vizsgára. De ez egy, ez egy fontos tudás, ez egy hasznos tudás, mert nem biztos, hogy idegenen kell segíteni vagy barátom, vagy hozzátartozón, zömében ezzel találkozik jobban az ember. És igen, ezek a gyerekek, ezek most már nem ijednek meg, amikor oda kell menni egy sérülthöz. És talán egyébként ennek az elsősegélynyújtó szolgálatnak is köszönhető, hogy akik ebben részt vesznek és élesben nyújtanak elsősegét, azok a versenyekkel már nem illetődnek meg, és nagyon szép eredményeket érnek el országos szinten. Úgyhogy minden minden összefügg ezen az elsősegély fronton. És akkor legyen egy újabb összefüggés, ha már a gyerekeket említetted, hagyományosan szervez a Magyar Vörös Kereszt nyári tábort. Mm. Kiknek és hol? És mi lesz a program idén? Most már, most már mondhatjuk azt lassan, hogy ismét hagyományos, hiszen egy tíz év szünet volt a nyári táborainkban, de most már harmadik, negyedik éve ismét össze tudunk szedni egy, hát eleinte egy ilyen 20 körüli létszámmal, idén 28-al leszünk jelenten, most idén Balaton szemesen fogunk táborozni, egy nagyon jó kis találtunk a fiataloknak. Szakmai táborról van szó. Tehát amellett, hogy azért van egy kis pihenés, van játék, van szórakozás, Balatonpart, fürdés, kirándulás, azért a Vöröskereszt Kereszt alaptevékenységeit mindegy, mindegyiket megmutatjuk, illetve több partner szervezettel sikerült úgy időpontot egyeztetnünk, hogy, hogy eljönnek. Tehát a Somogy megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályától is jön majd előadó, Somogy megyei rendőrfőkapitányságtól, illetve a mi különböző szakterületeken dolgozó kollégáink is, tehát lesz idejébb először például egy ilyen katasztrófa védelmi készenléti válaszadási tevékenységről is lesz nekik előadás. Szerteágazó, ágazó, tehát mindenre egy dél előtt, egy délelőtt, egy délután fog jutni, úgyhogy még azért Balatonparton egy a strandot is, is betegyük, is. illetve van egy nap, amikor kirándulni fogjuk őket vinni. És ez egy uh, hét nap, hat éjszakás tábor, és ezt bizony bőven ki lehet tölteni, hiszen akkor ott vannak az arab hogy véradásról beszélgetünk velük, elsősegényújtásról beszélgetünk velük, bár a legtöbben már ebben jártasak, teszem hozzá. És jó esetben ezt tovább is adják. A, igen. a környezetükben. Igen, igen, Kortása igen. Van, van olyan önkéntesünk, aki most harmadszor jön a táborban, de a saját iskolájában már igen erőteljesen szervezgeti ezt a tevékenységet és bemutatókat, csinál, elviszi az imitátortársait és megmutatja a tudását. És ezekre a fiatalokra mi mindig büszkék vagyunk, és arra is büszkék vagyunk, hogy sok olyan fiatal, aki a Vöröskeresztnél kezdte, az most már felnőtt fiatal, és ilyen irányú pályát választott, hogy vagy egészségügybe, vagy szociális szférába, vagy gyógypedagógia felé kanyarodott, mert megérezte az emberekkel való foglalkozást, meg a törődést. Család és karrier területén is tovább lépést tervez a Magyar Vöröskereszt, és ugye az első lépések már megtörténtek mi ez a karrierpont és családpont, amit, amit megvalósulni látunk Somogyban? család és karrierpont kettő lesz Somogy megyében. Ez egy fop konstrukcióban megpályázható három éves projekt. A Magyar Vörös Somogy megyei szervezete Kaposváron hozza létre, de konzorciumi partnerünk az a Berzencei önkormányzati hivatal. Tehát itt tulajdonképpen olyan hölgyeket, olyan nőket fogunk bevonni ebbe a projektbe, akik valamilyen szempontból egy kicsit a, a margójára kerültek a munkavállásnak. Tehát vagy úgy mondanám, hogy otthon voltak gyesengyeden, akár több gyermekkel több évig, vagy ápolási díjon voltak, vagy akár olyan településen élnek, hogy onnan nehéz munkát vállalni. Egyrészt őket próbáljuk majd képezni, tréningekkel és képzésekkel, hogy a munkaerőpiacra ők jobban készen álljanak. Másrészt pedig egy szemléletformáló program ez, amelynek kapcsán nagyon sok rendezvényünk lesz, amelynek egyik felével a, a bevonható hölgyeket, illetve az ő családjaikat próbáljuk megszólítani, hiszen előfordulhat olyan férfi is, aki egyébként hasonló okok miatt kiesett a munkaerőpiacról, ugyan a nők vannak a, a fókuszban, de ugyanúgy előfordulhat egy apuka, aki otthon volt a gyerekkel, és előfordulhat apuka, aki egyedül nevel gyereket, és ő neki kell segítség abban, hogy a munkaerőpiacon megfelelő megoldást találjon magának és a családjának az eltartásához, de zömében ugye a statisztikák azért ezt azt mutatják, hogy nőket érinti jobban. A, a, az Emberi Erőforrás Minisztériumának ugye ez egy konstrukciója, hogy a több fenntartós család. Tehát ne csak egy ember dolgozzon, viszont ugye ahhoz, hogy a család is működjön és a munkavállalás is működjön, ebbe is lesznek tanácsadások, hogy ezt hogyan lehet összehangolni. És akkor ugye amit elkezdtem az előbb, hogy a munkáltatók felé is egy szemléletformálás lenne ez, hogy az atipikus foglalkoztatási formákat népszerűsítsük. Távmunka, részmunkaidő, olyan megoldások, amivel a nők tudnak dolgozni is, de tudják a, a családot is ugyanúgy intézni, ahogy uh, ugye célszerű lenne nekik. Tehát És több rugalmasságra van szükség a, a munkáltató oldaláról is. Igen, igen, igen. Ezek a tapasztalatok, bár ugye nőtt valamelyest a, női foglalkoztatás, de hát ez egy folyamatos folyamat, tehát az már nagyon-nagyon régen volt, amikor, amikor ilyen egykeresős családmodell húzamosabb ideig működött, hogy csak a férfi dolgozott, de mégis most még az a tapasztalat, hogy elkér a segítség, és lesznek ebben mentorálási, tanácsadási feladatok, és munkavállalási, HR tanácsadás, illetve akár életvezetési tanácsadás, és létrehozunk itt a megyei szervezet székházában egy család és karrier pontot, ami azt jelenti, hogy ide be lehet jönni, itt tényleg tanácsot lehet kapni, és próbálunk egy kicsit, nem kicsit, nagyon család és gyermekbarát környezetet kialakítani. Mikortól nyílik meg ez a pont a tervek szerint? Tulajdonképpen itt júliustól szeretnénk már, hogyha működne kettő ilyen család és karrier pont lesz, a másik az nagybajomban fog működni, ő most a közelmúltban megvolt volt a nyitó rendezvényük, de mind a kettő csak pontot már auditált a Családbarát Ország Nonprofit Kft., aki egy kicsit így gesztorálja ezt a, az egész hálózatot Magyarországon, 60-nál is több ilyen ponttal. Tehát van olyan megye, ahol, ahol több lesz, Somoly megyében kettő ilyen lehetőség lesz. Nagybajomban is Kaposváron, Kaposváron a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezete fogja működtetni, de igyekszünk lefedni a, a területi irodáink, illetve az önkéntes csoportjaink által az egész megyét. Jarmati Lászlónak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Önöknek köszönöm a figyelmet, miért a legközelebb ismerjük Önöket itt a Somogy televízióban. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!